2019-es őszi önkormányzati választási kampány. Hivatalosan is kezdődött az ajánlások gyűjtése. A kormánypártok, a kormánypártok, a Fidesz és a KDNP aktivistái járják a város, gyűjtik az ajánlásokat, és az az öröm tűzőt, az öröm tisztelt önök elhoztani, hogy alig pár óra forgása alatt összegyűltek Talós István indulásához szükséges ajánlások. Ez világosan mutatja, hogy a főpolgármester úr élvezi a Budapest tér támogatását, és azt is jelenti, hogy holnap délelőtt le fogjuk adni az indulásra szükséges ajánlások több mint a kétszeresét, közel 12 ezer ajánlásra a Budapesti Választási Irodán, és ezután hivatalosan is nyilvántartásban tudja majd lenni a Választási Bizottság Talós István főpolgármester jelöltje, elsőként és leggyorsabban összegyűjt ajánlásokkal. Ez világosan mutatja az előbb említett támogatáson kívül azt is, hogy a budapestiek értékelik azt a munkát, amit a főpolgármester úr az elmúlt 9 évben elvégzett. A kormánypártok, legyen a Fidesz budapesti elnökeként azt is elmondhatom önöknek, hogy a maguk részéről, bár Talós István nem tartozik a Fidesz vagy a KDNP kötelékébe, bár független ember, de az elmúlt 9 évben mind fontos politikai ügyekben, és ami egyre fontosabb, kiemelte a város vezetésében olyan együttműködést mutatott, és Budapest olyan eredményt ért el, amely vitát felül. Ha visszaemlékeznek rá, 2010 előtt olyan állapotok uralkodtak a Budapestben, amelyeket hosszú éveken keresztül kellett Talós Istvánnak engedelnie. Korrupciós botrányoktól volt hangos a főváros, és itt szeretném megismételni, amit bár minden Budapesti tudta, talán egy választási időszak elején már tisztázni, hogy a 2015-ös fővárosi vezetéshez kötődött a Magyarország történetének legnagyobb korrupciós botránya. Itt szeretném megemlíteni önöknek azt is, hogy a befektetve 4-es metró ügyétől, használhatatlan tanulmányok sokaságától volt hangos a főváros 2010 előtt, és nem volt olyan közszolgáltató vállalat Budapesten, amelynek a működése kapcsán 2010 után megindultak volna a rendőrségből büntető eljárások. Ezekben az ügyekben tett rendet erős kézzel Talós István. Ez az a városvezetői munka, amiatt a kormánypártok, a Fidesz és a KDNP, a kereszténydemokraták a jövőben is fogják támogatni a főpolgármester úr munkáját, és ekképpen az indulását is. Tehát a fővárosi Fidesz tagjai, aktivistái, a sok ember folytatja a támogató ajánlások gyűjtését, tehát holnap már lehetünk az induláshoz szükséges leadjuk az ajánlásokat, de az a támogató aláírása gyűjtése folytatódik. Szeretnénk minden budapestihez valamilyen módon eljutni. 1.366.000 ember választása jogosult a fővárosban, és valamennyit szeretnénk a következő hetekben arról tájékoztatni, ami az elmúlt években Budapesten történt. Nyilván az eredmény is hosszú, és ezért most nem is elmenni az önök idejét, de az önmagáért beszél, hogy a főváros biztonságos